Horvátországban bemutatták az euróterveket. A papírpénz és az érmék egyik oldala mindig annak az országnak a motívumait viseli, amelyikben nyomják. Ezt a dizájntervet tette közzé a Horvát Nemzeti Bank pénteken. A 2 eurós érme hátoldalára Horvátország térképe kerül. Az 1 euróra egy nyuszt, amely főleg Horvátországban honos, a 10, a 20 és az 50 centesen a tudós, amúgy szerb származású, de Horvátországban született Nikola Tesla, az 1, a 2 és az 5 centesen pedig a horvát köztársaság felirat lesz glagolita betűkkel. A horvát pénzverde mindegyikből 1 millió próbaérmét készíthet. Az új pénznem bevezetése, amit 2023. január 1-ére terveznek, több mint 900 millió kunába kerül majd. Egy horvát kuna most 13 eurocent.